A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, ahogy a körülbelül két hete beszámoltunk arról, hogy Cserpakovics András polgármester úr fogadta az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának rendkívül sikeres gépészmérnök hallgatóit, gépészmérnökeit Györök György dékánnal az élen, mert hogy egy fantasztikus sikert értek el a Fennek Olimpián, és azt hiszem, hogy ez egy megerősítést jelent mindenkinek, hogy Székesfehérvár igenis, ha úgy tetszik, a jövő városa abban az értelemben, hiszen ez egy nagyon fontos szakmai rész volt, és hát a verseny is ezt képviselte. Aztán folytatódott ez a történet, hiszen az elmúlt héten volt szeptember 5-e és 9-e Gdanszkban a szakmák Európa-bajnoksága, és ugyanez a páros is ismét fantasztikus sikert ért el. Vendégeim Farkas Bálint, tisztelettel köszöntelek, és Kovács Erik, gépészmérnökök, tehát már nem hallgatók. Így van. No. Egy kicsit beszéljünk Gdanszról, de röviden, hiszen 600 versenyző, 43 versenyszám, 32 regisztrált tagország, és a magyar részvétel is fajsúlyos, hiszen 22 szakmában 26 versenyző indult. Ez, én azt gondolom, hogy jutalomjáték volt számotokra bizonyos értelemben, és nyilván erről fogunk hosszasan beszélni, de először nézzük a hivatásválasztást, hiszen az alapvetés mindig, hogy ki miként képzeli el a jövőjét, hiszen a gépészmérnökként gondolkodik már gyermekfővel, vagy pedig időközben alakul ki ez. Hogy történt ez nálatok? Hát nálam úgy történt, hogy már nagyon régen is szerettem így a gépeket, meg ezekkel foglalkozni. És az egyik ilyen nagy vízválasztó az az volt, amikor még általános iskolásként elmentem egy pályaorientációs napra, és ott láttam itt a Fehérvári Széchenyi középiskolának a bemutatóját, ahol láttam egy ilyen kis robotot, ami ott mozgott, és ez engem teljesen elvarázsolt, és akkor tudtam, hogy hasonló témában szeretnék majd dolgozni is. Erik? Nekem egy kicsit másképp alakult ez. Én itt szintén Székesfehérváron a Jákiba tanultam informatikai szakon, és közben diákmunkaként dolgoztam különböző helyeken, és ott egyre inkább kezdett érdekelni az, hogy látom itt a gépeket, dolgoznak, termelik a munkadarabokat, de hát mégis mi van bennük? Hogyan épülnek fel a különböző mechanizmusok, hogy jönnek létre? És akkor igazából ott döntöttem el, hogy az informatikai szakról egy kicsit továbbmentve gépészmérnöki szakra jelentkeztem, és igazából nekem ott alakult ki ez az igazán nagy szerelem. Kik voltak azok a tanárok, akik olyan hatással voltak rátok, akiktől sokat kaptatok középiskolában, hogy egyenes útatok vezetett az Óbudai Egyetemre? Nálam főleg a gépészeti oktatóm Nagy Gábor volt, mert ő tényleg úgy tanította az egészet, hogy ha mondjuk kellett valamilyen képlet, akkor nem bemagoljuk a képletet, hanem lerajzoljuk, hogy mit szeretnénk kiszámolni, és akkor a rajzokból pedig egyszerűen láthatjuk, hogy mit kell kiszámolni. És ez a gondolkodás volt. Nálad? Nálam a középiskolás osztályfőnököm, Hegyi Ferenc tanár úr, nem is feltétlen a szakma felé akart minket terelni, hanem az, hogy szeressük, amit csinálunk. És maximálisan elérte nálam ezt, mert egy kicsit féltem a váltástól, hogy azért mégis egy informatikai szakra átmenni gépészmérnökire az egy kicsit más világ, viszont biztatott, támogatott, és ezúton is köszönöm neki. Viszont határozott jövőképpel búcsúztatok a középiskolától, gondolom én, és hát a felvételi alapvetés, tehát azt gondolom elsőre sikerült. Mi volt az első tapasztalatotok? Beváltotta a reményeket az egyetem? Tehát mert nyilván gondolkodtatok azon, hogy miként lehet elsajátítani azokat az alapvetéseket, amelyek mentén majd kiváló gépészmérnökök lesztek. Ez hogy történt? Az első időszakról kérdezlek inkább benneteket most. Hát
igazából gondoltam rá, viszont nekem így az első elméleti fél évek, amikor tényleg csak matek, fizika, azok annyira nem tetszettek, viszont amikor bejöttek a sokkal szakmaibb részek, például robotprogramozás, PLC programozás, meg hasonló dolgok, azok már nagyon tetszettek, úgyhogy szerintem megérte. Tehát az már a 21. század volt számotokra? Igen. Sőt, a 22., ha úgy tetszik. Mi a különleges abban ugye a robotikában és a hozzá kapcsolódó a különböző dolgokban? Mi az, ami megragadhat egy fiatalt? Nekem azt tetszett ebben az egész szakmában, hogy tényleg ott van egy fém kupac, hogyha úgy veszük, és ezt úgy fel tudjuk programozni, meg el is tudjuk készíteni, hogy tényleg termeljen, csináljon értelmes dolgokat, és majdnem úgy gondolkodni is tudjon. Mi az áloga annak, hogy napról napra fejlődtetek? Hiszen ez nyilvánvaló, hogy ez egy folyamat része, hogy eljutottatok ezekre a rangos versenyekre, és nagyszerű eredményeket értetek el. Mi mindent kellett tenni a hétköznapokon ezért? Hát igazából nagyon sok áldozatot követelt, mert még mások a kötelező dolgokon felül hazamentek, és nem tudom, elmentek bulizni, stb. Bálinttal nekünk az elmúlt két évünk az igazából szerintem több időt töltöttünk a robotlaborban, és teszteltünk, próbáltuk fejleszteni a programozási tudásunkat, azt, hogy hogyan lehetne, nem tudom, fél másodperceket javítani egy folyamaton, hogy még gyorsabban csinálja, az, hogy szebben jelenjenek meg dolgok, és igazából ezzel keltünk, ezzel feküdtünk, és ez volt az, ami nem tudom, éltetett minket így ebben az elmúlt két évben. Tehát itt másodperceken múlnak dolgok, és ez egy tiszta és világos jövőkép. Ez nyilván összekovácsolt benneteket gondolkodásban is. Van stílusotok külön-külön is, vagy ez egységesen lehet ezt csak megvalósítani, azokat az elképzeléseket, amelynek mentén aztán elindultok egy-egy versenyen? Ez még amikor elkezdtük, akkor mind a kettőnknek teljesen más stílusa volt, és ez valamilyen szinten meg is maradt, viszont a közös munka során kidolgoztunk sémákat, amik tényleg azt segítették, hogy mind a ketten hasonlóan gondolkodjunk egy-egy dologról, viszont a saját meglátásainkat is vigyük bele egy probléma megoldásra. Melyik volt az a pillanat, az az első pillanat, amikor azt mondtátok, hogy bizonyosan ott lehettek az élmezőnyben, teljesen mindegy, hogy itt most olimpiáról vagy Európa-bajnokságról van szó, mert hogy elértetek egy olyan szintet, mert nyilván ez utána nézhető, hogy hol tart adott esetben a robotika a világban, hogy elértétek a világszintet. Igazából az, hogy elértük a világszintet, ez így kimondani sosem mertük, már tudtuk azt, hogy vannak fejlettebb nyugati országok, ahol azért sokkal több mentor, szakember segíti a fiatal versenyzőket, viszont számunkra az volt az első nagyobb visszajelzés, amikor idén márciusban Franciaországban meghívtak minket egy próbaversenyre, ahol a második helyezést szintén el tudtuk hozni, és ott azért számos nyugati országot utasítottunk magunk mögé, és ezáltal ott egy kicsit így a remény így megcsillant, hogy egyébként van keresnivalónk egy nemzeti, sőt egy Európa-bajnokságon, úgyhogy dobogós helyezés is tudjunk elérni, viszont az eredmény hirdetés pillanatáig nem igazán mertük volna ezt így gondolni, hogy egyébként a második helyezést sikerül elhozni, mert 5-6 ország fej-fej mellett haladt folyamatosan, és hogyha nekünk valami jobban ment, akkor az a másiknak lehet, hogy kevésbé, de ami nekünk rosszabbul, az nekik ment jobban, szóval, hogy nem lehetett kívülről látni azt, hogy mi most igazából az élmezőnyben vagyunk, vagy hátul vagyunk, vagy hol vagyunk, hanem próbáltuk elképzelni azt, hogy igenis van keresnivalónk itt, és kihozni a maximumot. Egyébként egy ilyen versenyen beszélgettek azokkal a versenyzőtársakkal, akik másonnét érkeztek? Tehát tapasztalatszerzés szempontjából is jó egy ilyen találkozó? Igen, meg nem is csak tapasztalatot, hanem barátokat is szereztünk, mert például az angolokkal, a románokkal nagyon jól összebarátkoztunk, és tényleg itt a nemzetközi, vagy hát az Európa-bajnokságon már úgy tudtuk köszönteni őket, hogy már nem voltak ismeretlenek számunkra. Hogy épül fel egy ilyen verseny? Hiszen nyilván olyan széles a skálája a robotikának, hogy ti magatok sem tudjátok, hogy a szervezők mit várnak tőletek.
milyen versenyszámok lesznek? Igazából eddig az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy sémára ment ez a munkadarabokat palettázni, igazából sor és osztopba lepakolni bizonyos feladat alapján, viszont idén egy kicsit így félve indultunk el a versenyen, mert tudtuk azt, hogy az elmúlt három évben végig ezek voltak, és valahol számítottunk arra, hogy itt egy nagyon nagy változás lesz. És igazából ez be is következett, és azért volt számunkra ez annyira váratlan, mert mi a feladatot nem tudjuk előre. Mi a nulladik napon tudtuk meg, hogy hát nem pakolások lesznek, hanem egy gyári folyamatot, egy polírozást kellett megvalósítanunk, és igazából ez számunkra egy teljesen ismeretlen volt, mert ugye ismerni kell a technológiai paramétereket, hogy hogyan kell polírozni, mert itt már nem csak a gyorsaság számít, hanem hatékonyság is, milyen alaposak vagyunk, stb. És a rendes versenyfeladatot azt a verseny megkezdés előtt 15 perccel kaptuk meg, és ott volt időnk, 10 percünk a felkészítőnkkel átbeszélni ezt az egészet, hogy amire igazából készültünk, hogy balra-jobbra kell pakolni a darabot, ahhoz képest egy teljesen más dolgot kellett megvalósítani. Igen, szóba került most a felkészítőtök. Hogyan edzetek? Tehát ez furcsán hangzik ez a kérdés nyilvánvaló, de hogy lehet felkészülni erre, egy ilyen versenyre, hiszen most az imént említetted, hogy a felkészülés során olyan feladatokkal nem is találkoztatok, ami itt várt rátok. Tavaly még csak inkább a szakmai tudást vettük át, hogy tényleg mindenhez legyen valami hozzászólni valunk. Idén pedig már főleg próbaversenyeket tartottunk, ahol leszimuláltuk például az Európa-bajnokságot, hogy hát ilyen kitalált feladatokkal, ugyanebben a robotcellában, hogy tényleg, hogyha adnak egy feladatot, akkor az első nap mit csinálnánk, a második nap mit csinálnánk, és a harmadik nap mit csinálnánk. De ez segít nyilvánvaló. Igen. Egy kicsit menjünk el most akkor a Fenek olimpiára, hiszen az egy nagyon komoly megmérettetés volt, és remek siker. Milyen gondolatokkal utaztatok el? Tehát egyáltalán számít-e itt, hiszen ez egy olyan csoport, számtalan ország nagyon sok versenyzője, akik tulajdonképpen mindannyian esélyesek, hiszen feltették az életüket erre a tudományágra mindenféle értelemben. A eredményben gondolkodtatok, vagy hogy hozzátok ki magatokból a maximumot? Mi történt az olimpián? Igazából a Fanuk olimpián, ami 2021-ben Bálinttal megnyertünk, ott, amikor elmentünk, nem is igazán tudtuk azt, hogy mire megyünk. Szóval érkezett egy ilyen lehetőség, hogy robotika verseny, és lehet jelentkezni, és hú, tök izgalmas, hát akkor adjunk plusz értelmet a tanulmányainknak, hogyha már egyszer van erre lehetőség, és nem utolsó sorban, hogyha esetleg az első helyet elhozzuk, akkor még úgy volt, hogy 2022-ben a világbajnokságot Shanghai-ban rendezik meg, a Covid közbeszólt, sajnos nem ott került megrendezésre, viszont mind a ketten úgy mentünk el, hogy mennyire jó érzés lenne már az, hogyha mi képviselhetnénk Magyarországot egy világbajnokságon, és tényleg nem utolsó sorban, egy olyan világvárosban, ahova nem kevesen tudnak eljutni, és ráadásul nem amiatt, hogy kirándulni megyünk, hanem egy szakmát képviselünk, ami igazából mi voltunk ott akkor abban a pillanatban az országban a legjobb két páros. És ez azért megerősítést jelentett mindenféle értelemben. Igen. Utána hazaérkeztetek, és az Óbudai Egyetemen folytatódott ez a történet. Hiszen azért vannak fiatalabbak is, akiket most már ti készítetek fel, erről is fogunk beszélni, viszont hogy készültetek fel az Európa-bajnokságra? Ez egy újabb olyan találkozó, ahol bizonyítanatok is kellett immár, ugye? Igen. Igen. Erre se készültetek? Vagy csak úgy, ahogy az előző világbajnokságra, hogy átnéztétek az alapvetéseket, és akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Igazából a világbajnokságra még mi se tudtuk igazán, hogy néz ki ez a verseny, mert maga a szakma is 3 vagy 4 éve zajlik, és nagyjából 2 éve hivatalos szakmaként is van jelen ezeken a világ megmérettetéseken. És a világbajnokságra, ami tavaly volt, oda még nem igazán volt olyan taktikánk, hogy na, mit, hogyan kéne, mert mi magunk se tudtuk, hogy egyébként hogy épül fel ez az egész, szóval ott igazából mi tapasztalatszerzésként mentünk ki,
és viszont ez egy remek lehetőség volt arra, hogy megtapasztaljuk azt, hogy miken kell csiszolni, miken kell finomítani, hogyan kell csapatként együtt dolgozni, mert lényegében ott vagyunk Bálinttal egymás mellett, de mindegyünknek megvan nagyon-nagyon sok feladata, hogy nekem Bálintnak elő kell készítenem nagyon sok olyan számolást, olyan akár programot, bármit, amivel utána ő dolgozni kell, és ezeket összehangolni, hogy van egy nap, és azt hogy építsük fel, hogy ne legyen az, hogy én hátráltatom Bálintot, Bálint hátráltat engem, mert éppen nekem erre van szükségem, neki arra, és ezek mind a hétköznapokból rengeteg időt emésztettek fel, hogy ezeket tényleg óramű pontossággal kiszámoltuk, hogy nekem ez 5 perc, akkor neki ott mit kéne csinálni ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk dolgozni, és igazából ez volt az, ami a világbajnokság és az Európa-bajnokság között zajlott, hogy ezeket a nüansznyi részeket próbáltuk finomítani, és tényleg ismertük már a másik gondolatát, mert néha beszélnünk se kellett, mert ránk nézett, ja, oké, akkor ezt már csinálom, és igazából egy nézésből, egy biccentésből már tudtuk, hogy mire van szüksége a másiknak. Hát csupa nagybetűs csapat vagytok, ezt észlelem itt is, ahogy egymásra néztek. Mennyit tesz hozzá ehhez az itteni az egyetemen a felkészítő tanárok? Igazából ő mutatta meg nekünk ezt az utat, őt Szél Károlynak hívják, az Óbudai Egyetemen dolgozik, és még 2021 tavaszán volt ez az Ipari Robotok 1 című kurzusunk, amit felvettünk, és hát már előtte is tudtuk, hogy így robotprogramozás felé szeretnénk majd itt kacsingatni, viszont ott jöttünk rá, hogy mit is jelent ez az egész szakma. Úgyhogy ő indított el, meg ő is szólt erről az egész Fanuk Olimpiáról, és a Fanuk Olimpia után pedig a Fanuk felkarolt minket, és ő készített tovább fel minket. Jó, de ez bizonyosan sokat jelentett. Tehát a felkészítés is. Mivel, hogy most hozzá kell szoknatok, hogy most ti vagytok a felkészítők, hiszen jött egy új generáció, akiket szintén megismerhettünk a Városházán, ők is abszolút elkötelezettek, nincs kétségem felőle, hogy elindulnak azon az úton, amit ti kijelöltetek már, és eredményesen mentek. Most menjünk el akkor dance-ba. Milyen elvárásaitok voltak önmagatokkal szemben? Igazából részemről az volt, hogy már előtte egy héttel a minden apró részét megterveztem magamnak, hogy mit hogyan kell, és mármint, hogy a különböző feladatok, amiket nekem kellett elvégeznem, azokat hogyan akarom centiméterről centiméterre az érintő kijelzőt megterveztem, hogy mi hogyan lesz, stb. És én azt akartam, hogy ezt a színvonalat tudjam hozni, amit én magamnak felállítottam. És így igazából a különböző feladatok után arra jöttem rá, hogy nem a 100%-ot tudtam hozni, hanem ott egy ilyen különleges, nem tudom, állapotba kerültem, és ott igazából végig felette tudtam hozni. Olyan dolgokat sikerült megvalósítani, olyan dolgokat sikerült megalkotni, amit ha előtte valaki megkérdezi, lehet azt mondom, hogy nem tudom, vagy hogy ezt nem biztos, hogy meg tudnám csinálni. Ott meg így jött ez az egész állapot, és váó. Akkor ezek csoda pillanatok voltak számodra is? Igen, én is így éreztem, meg még így verseny előtt egy hónapot tartottunk egy sokkal intenzívebb felkészülést, amikor tényleg majdnem minden nap mentünk és gyakoroltunk, és ott a próbaversenyeken ilyen 96%-os teljesítményt tudtunk elérni, és ezért gondoltam azt, hogy ott ugye ismert feladatok voltak, úgyhogy egy ismeretlennel talán sikerülne egy ilyen 85%-ot, és onnan meg kiszámolgattuk, hogy az már nagy esélye dobogó, és ez be is jött. Hol tart a robotika Európában? Hiszen azt látjuk, hogy világszerte kedvelt, ismert és elvárás nyilvánvaló ebben a hivatásban, hogy valaki A-tól Z-ig ismerje, és folyamatos fejlődés, záloga nem lehet más. Ugye, tehát Kína, Egyesült Államok, Japán, ne soroljuk. Hol tart nálunk Európában, illetve Magyarországon? Igazából szerintem a robotikának óriási szerepe van a munkaerőpiacon, mert a munkaerő is egyre-egyre csökken, és ezt egy robot szerintem megfelelőképpen tudja adott esetben helyettesíteni, és főként olyan helyen, ahol az emberi élet nagy veszélyben van. Gondolok itt arra, hogy ha egy festőüzembe bemegyünk, ott végig az adott embereknek be kell öltözni, különböző védőfelszereléseket alkalmazni, ami
télen-nyáron rajta kell lennie, és azért 8 órán, 12 órán keresztül ebbe lenni nem egyszerű. És ez még csak az egyik esete, a másik részéről pedig az, hogy nem a robot azt fogjuk, a cég vesz egy másikat, oda telepítés, kész, dolgozik tovább. Viszont azért egy emberi élet az nem kifizetődő ilyen szempontból. Tehát fejlődik ebben az értelemben Európa, illetve hazánk? Vagy mondjuk Székesfehérvár, hiszen most már büszkén mondjuk azt a jelzőszerket, hogy iparváros vagyunk. Igen, ahogy én láttam, így a gyakorlati helyeim alatt, így azt láttam, hogy tényleg most kezdenek el inkább robotizálni. Az ezüstéremmel egyébként elégedettek vagytok, hiszen teljesítettétek mindazt, ami elvárható volt magatoktól? Igen, igazából kicsit kárörvendő, de főleg annak örültünk, hogy tényleg a harmadik helyen végeztek a németek, és hogy tényleg ez egy olyan nyugati ország, ahol szinte végtelen pénz áll nekik rendelkezésre, meg végtelen tananyag, akik ugye fel tudják őket készíteni, és hogy egy ilyen kicsi ország is meg tudta mutatni, hogy másodikak tudtunk lenni felettük. És ez rendkívül fontos lesz a jövőben. Cserpakovics András úgy fogalmazott ezen a bizonyos találkozón a Városházán, hogy a városipara már most elképzelhetetlen a robotika nélkül, a fiatalok pedig ezekkel az eredményekkel motiválhatják a későbbi hallgatókat, hogy ezt tanulják, később pedig akár Székesfehérváron vállaljanak munkát. Miként látjátok, hiszen most elkezditek a mesterképzést, és ott van mögöttetek már az az új generáció, akiknek ti is segítetek abban, hogy hasonló eredményeket érhessenek el, hogy kellően népszerű ma Magyarországon? Illetve inkább jöjjünk haza Székesfehérvárra. Tehát az albarégia műszaki karon a robotika? Én úgy gondolom, hogy igen. Elnézve az egyetemi állapotot, hogy évről évre plusz robotkarok érkeznek az egyetemre, és nem csak ipari felhasználásra, hanem akár mobil robotok is. Szóval én úgy gondolom, hogy igen, egyre nagyobb az érdeklődés iránta, és egyre nagyobb a szaktudás, ami az egyetemre is érkezik, mert nem véletlen, hogy adott esetben 2021-ben meg tudtuk nyerni a Fanuk Olimpiát, és most ilyen sikert tudtunk még elérni. Szóval én azt gondolom, hogy igen, van rá igény, és talán Fehérvár ilyen szempontból az Óbudai Egyetem még kiemelkedőbb. Fontos számotokra a jövő? Igen. Mi történik a mesterképzés után? Mit vártok egyébként a mesterképzéstől? Igazából ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye a mesterképzést azt levelező hallgatóként fogjuk továbbvinni. Én már januárban, ahogy megszereztem a BSC alapképzést, onnantól kezdve én két részmunkaidős állásban kezdtem el dolgozni, Fehérváron az Albacreo Kft-nél. Ott lényegében gyártómérnök pozícióban, ami annyit takar, hogy robot és PLC programozással foglalkozok, meg mellette az egyetemen dolgozom a második részmunkaidős állásban, ott lényegében intézeti mérnökként a tanárok munkáját segíteni, adott esetben órát tartani, és ennyi. Bálint? Én most így a felkészülés alatt úgy döntöttem, hogy én csak egy részmunkaidős állást vállaltam, az pedig az egyetemen volt, ugyanígy tanszéki mérnökként. Én pedig így mehatronika után még tervezek egy PhD-t is, hogy hát még csak gondolkodok benne, mert azért ez eléggé nagy döntés lenne. Nos, hát mit kívánjunk a jövőre nézve nektek? Hát igazából legyenek robotok, tudjuk őket programozni, és tudjunk segíteni mi is természetesen az embereknek ezáltal. Bálint? Én is csak ugyanezt tudom mondani, és igazából azt, hogy tényleg minden olyan rossz munkahelyet, ahol az embereknek nagyon rossz lenne, ott azt a robotok el tudják foglalni, hogy ezáltal az embereknek jobb munkahelyek legyen. Nos, hát én ezt kívánom mindannyiunk nevében, hiszen ebben a felgyorsult időben soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy hasonló kútfőből merítve elinduljunk egy olyan úton, ami tényleg a 21. századé, és ez itt Székesfehérváron is nagyon-nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek, és kívánom számotokra is egy olyan jövőképet, amit ti meghatároztatok magatoknak, illetve az általatok felkészített fiataloknak is, hogy érjék el azokat az eredményeket, amelyeket ti eddig. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Szépen.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégen Farkas Bálint és Kovács Erik gépészmérnökök voltak, akik az Óbudai Egyetem hallgatójaként fantasztikus sikereket értek el az elmúlt időszakban, a robotikában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.